Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Rimworld folytatása. A kannibál törzsünkkel, bár lassacskán a törzsi jelleget abba hagytuk. Figyelembe véve, hogy elektromosság és más egyéb van. Mérgező. Oké, van. Nincs. Oké, akkor kutatás. Ugye, hogy a automata torony. Na, már csak az a kérdés, hogy hol van. Hol tovább? De komolyan. Robotágyú. Oké, az akkor nehéz. Ez 3000 kutatás még. Márpedig ezekkel nem akarok anélkül megküzdeni. Oké, hát ez sziki. Termelés. Egyszerű laborasztal. Mentőkabin. Bútor. Szék. Menj meg. Mennyire vagy katasztrófa helyzetben? Nem reménytelen. Erőszak tűzoltás, tehát semmi hasznosat nem tudsz végezni. Piromán kannibál. Yeah. Vadvilág, nem vészes. Tíz. Meg még három. Befogadjuk. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Azt hiszem nagyjából beértünk a létszámba, ami oké. Okay. Oké, okay, te legalább mindent tudsz, sőt kiváló. Kannibál bunkó. A fegyver nem nagyon akad, ami hasznos lenne neked. Bár amilyen jó lövész vagy. Ezt a könnyű géppisztolyt. Ez a jobb minőségű, bár az se egy jó minőségű cucc. Ragad meg. Na hát megnézzük, mennyire jó ez a cucc. Oké. Beosztás. Felügyelő, nem vagy rossz benne, úgyhogy miért ne? Állattartó lehet. Szakácsnak miért ne? Vadásznak miért ne? Építész.
Jó, ez lehet. Na, és akkor te egy másodlagos kutató leszel majd. Szoka. Oké, megjöttek, azonnal támadnak. Jak, vagytok páran. Vadászpuska. Könnyűgéppuska. Gépkarabé. Könnyűgéppuska. Yikes. Yikes. Oké. Röpöpompomp. Hát most jön a móka. Ennyire hatékony ez a kis gyilokzónánk. Oké. Ha más nem, az első kivégezve, helyes. És Lila meghalt. Remek. Egy mentésre vár. Eddig csak egy halottunk van. Lenne, ha kicsit hatékonyabban működnétek, fiúk. Oké. Nagyjából oké. Hát egy halott, meg egy újonc. Nyilván nem túl jó. Parancsok. Mindet fölold. Lenne, hogyha megmentenétek ezeket a kidőlteket. Tudom, egy ilyen sajátos koncepció. Oké. Okay.
Hát ez jó móka lesz. Oké. Zén elég rosszul áll, Vasili ellátás alatt, Oasz ellátás alatt, Suzi. Kip, hát ellátja magát, úgy ahogy, ellátja Zént, helyes. És ellátja Sokát. Vasili már nem haldoklik. Még Suzi van viszonylag rosszul, de hát Oksana éppen ellátja őt. Jó, hát azt leszámítva, hogy egy embert megelvesztettünk. Azt leszámítva, így alakult. Kannibálok vagyunk továbbra is. Durva, de a kannibál az kannibál. Az nem kérdezősködik. No. Reméljük túl sok nyomot nem hagy a mi kis összecsapásunk. Suzi! Oké. Soka. Tötötö. Akkor valaki ellátja. Na, Suzi, reméljük a fertőzésed az megoldódik magától. Enyhe immunitás nem annyira. Hát nem túl jó hír. Pedig relatív jól ellátott. Annak nem örülnék, ha még egy belehalna. Itt most az ügyekbe.
Suzit nem akarnám elbukni, de... De úgy látom, hogy romlik az esélye. Az is valami. Na, hát akkor könnyen meg lehet, hogy ez két emberbe került, az meg egy kicsit sok. No, emberevő nyuszi. Rendezve. Oké, cipelj. Cipelj, stb. Azért van bőven, amit cipelni. Suzi, tudod mit, kapsz lehetőséget következő ellátásnál egy... Na mondjuk most kapott plusz, előbb kellett volna megadni. ...51-54, hát nagyon szoros lesz ez. Ugye nem orvosi ágy, nem... Egyedül, nem steril szoba, pedig mindaz már majdnem megvan. Csak ki kéne alakítani. Rejtett készlet küldetés. Abszolút nem. Abszolút nem. De nem, ez esélytelen, Suzi sajnos, Sanyi. Ritka trombó, hát azzal biztosan nem tudok mit kezdeni. Ragad meg a könnyűgép puskádat, Vasili. Cipelés. Mindig hasznos. Előre óvaszt eteti. Ennyire szoros. Á, teljesen esélytelen. Talán ha az elejétől kapja a jó minőségű cuccot. Na mindegy. 8%-ot kéne javítani az arányon. Egyébként javítunk, ha az elejétől kapja a jobb cuccot, akkor lehet, hogy meg lett volna.
Sőt, biztos. Hát most ez pazarlás volt, az az egy jó minőségű cucc bele. De hát ez van. Darály. Na, kinek nincs fegyvere, mert az kap egy jobb fegyvert. CK nem tud harcolni. Ugye lila halott. Suzy effektív halott. Hát elég gyér. Elég gyér a helyzetünk. Nem sokon múlt. De sajnos most meghalt. Pam. Zén feldolgoz mindenkit. Mondom az, hogy kicsit kiakasz majd mindenkit, de hát temetetlen gyarmatos. Hát ez nem egy jó kör volt, maradjunk annyiban. Szokáért kettőt feláldoztunk, nem érte meg. De mondjuk most legalább majd lesz, hogy hívják. Lövegtorony. Ha és amennyiben. Hát ez van. Vadvilág, és van egy grizzly. Szerencsére elég messze. Jó, még Vasili gyógyulgat. Na, puska. Így. Géppuska. Szörnyű. Silány. Normál. Remek, és ketten már kutatnak, azzal nincs gond. Elromlott.
Remek. Oké. Égessük el a fölöslegeket. Van néhány. Vegyük előre a ruhagyártást. Ott, ahol számít. Ó, elkezdik ültetni a növényeket, az is hasznos. Egyszerű öntöltő. Na, már csak egy picit van messze a robotágyú. Esetleg cipej. Esetleg cipej, tudom, furcsa koncepció. Esetleg cipej. Hát jó, most a többi nem annyira érdekes. Ha. Na, elfogytak a ruhák, úgy látom. Zén, szeret főzőcskézni. A jó minőségű kaját készít már? Igen. Fincsi. Lassan fölküzdötte magát profira. Vasili még mindig beteg. Snow felépült és lelép. Köszönjük, tök hasznos voltál. Tökre megérte a jelenléted. Na, hát haladgatunk. Hát amíg nincs meg az automata ágyú, addig erre nem érdemes rá se próbálni. Csak valamivel brutálisabb, mint ez volt, ez a harc. És hát láttuk, hogy mennyire nem ment. Oké. Oké. És akkor kettőt ide a sarkokba be tudunk húzni. Két tornyot. És ide még egyet be tudunk rakni, itt középen meg lesznek a saját tüzéreink.
Most van itt egyel hátrébb középen. Nem azt mondom, hogy frankó, de körülbelül ezt tudom hasznosan, értelmesen kirakni. Energia, ha megtalálom. Talán nem onnan kéne kezdeni, de mindegy is. Ilyen szempontból. Na hát, haladunk valamennyire. Amíg a kutatás halad, addig ezt a kicsit fejlesztett bázist létrehozzuk. Építmények. Robotágyú. És ez a negatív sarok az ugye nem alkalmas fedezéknek, úgyhogy ugye nagyon jó cső kialakításra. Ugye a falak azért kellenek, mert ezek föl fognak majd robbanni, ha megsérülnek. Na, és akkor még itt van egy varg, csak hogy jó legyen nekem. Na, vargot rendezzük, mert azt nem akarom rendezetlenül itt hagyni. Abba túl könnyű belehalni. Azt elfelejtem, hogy van. Oké, majd valamikor megeszik, földolgozzák, stb. No, hát azt hiszem mára ennyi. Folytatjuk legközelebb. Egy kicsit túlzás volt azért az a csapat, ami jött. Jó, mondjuk a több géppuska meg mi egyéb, az egy kemény feladat volt. Mára ennyi.